Köszöntöm a nézőket! A mai szubjektívben igazán különleges vendégeket köszönthetek, hiszen 40 éves a Fiatalokról Fiataloknak, a népszerű ifjúsági műsor, és itt ül a stúdióban nem más, mint Ágoston Gabriella, Mamuzsitja László, Barlai Jenő, valamint Buckó György. Köszöntelek benneteket, mivel megengedtétek, hogy tegeződjünk, hiszen mind fifisek voltunk, ezért én meg is ragadom a lehetőséget. Tudom saját példán, hogy akkoriban, amikor én oda kerültem, mekkora megtiszteltetés volt a Fifi tagjának lenni. Ti ezt hogyan éltétek? Megkezdjük a hölgyel. Nekem eszembe jutott az, hogy a felhívásra, amire jelentkeztünk, ez 1978-ban hangzott el, és megcélzott munkatársakként középiskolásokat, egyetemistákat és munkás fiatalokat keresett a szerkesztőség. Tudósítók, riporterek, műsorvezető, bemondók, ezek között éreztük magunkat, vagyis személy szerint én. Nagyon érdekelt, hogy miből áll ez a szerkesztés, miből áll ez a műsor, és kíváncsiságból jelentkeztem. És tanár urat kérdezem, hogy te hogyan kerültél a csapatba, mert az egyik ős fifis vagy. Hát nem az első csapatba kerültem, szintén pályázatra jelentkezve megmérettettünk, írtunk híreket, és elbíráltak bennünket, elég komoly volt a verseny. Tehát én most nem tudom felidézni pontosan, de egy 40 valahányan jelentkeztünk. És mi alapján dőlt el, hogy ki lesz az, aki a szűk kört majd képezi, aki készíti a műsort? Hát írásokat vittünk, híreket írtunk, mikrofonpróba, beolvastuk, és ki hogy szerepelt. Hát részemről nekem a bemondás nem volt az erősségem soha, de hát én inkább az írás részét választottam, vagyis ilyen feladatokat kaptam, de valaki viszont, aki nagyon szépen beszélt, az mikrofon elé került gyorsan. És lehetett akkor nagyon szabadon fogalmazni, szabad szövegeket készíteni, vagy azért volt szerkesztés? Nem, itt a 70-es évek végéről beszélünk, és 80-as évek elejéről, tehát lehetett, mindent meg lehetett mondani sorok között. De ez elég kemény keretek közé volt szorítva, úgyhogy tulajdonképpen abban az időben a sorok közötti írást gyakoroltuk mindannyian. És most Györgyöt kérdezem, hogy te meséltél még a műsor előtt, hogy mennyire sokan voltak, mennyire sokan jelentkeztek, és hogy mennyire nagy dolog volt meg, hogy hogyan is működött ez az úgymond, ahogy titeket kiválogattak, tehát erről mesélte is valamit, hogy te hogyan élted meg ezt az egészet. Engem a Mamuzsitja Laci barátom hívott annak idején ebben a műsorban, és itt mondhatom, hogy a baráti körömnek egy jelentős része itt volt, tehát ilyen csapatszellem alapon egymást buzdítottuk, és így kerültünk oda sokan. Miután kiálltuk a próbát ugye ezen a tudásfelmérőn, akkor állandó tagjai lettünk a csapatnak, és az évek folyamán rendre ismétlődtek ezek a tudásfelmérők, és mi bevallom így utólag hősiesen, hogy mi fiúk ott nagyon szívesen mazsoláztunk, és akkor a lányok soraiban mi ott nagyon kotnyeleskedtünk, hogy fontoskodtunk, hogy így mondjam, de ugyanakkor ez persze egy nagyon komoly válogatás is volt, és minden évben a legjobbak bekerültek a csapatba, így erősítvén a szerkesztőséget. És most Lászlót kérdezném, hogy arról is meséltetek előtt, hogy ez lényegében az életre is fölkészített benneteket, nem csak a beszéd miatt, hanem egy olyan rátermettséget, egy felkészültséget adott, amit esetleg egy iskola nem tud. Hát el kell mondanom, hogy ez biztos, hogy tulajdonképpen itt a közösség és a csapat szellem volt a lényeg, amit az egyik nem tudott, azt a másikunk megtanított a másikkal. Állandó jelleggel együtt bulisztunk, tehát hétközben is, és nem csak szombaton, ugye, amikor volt a Fifi, vagy szombat délelőtt. Ahogy Gyuri már említette, tulajdonképpen egy baráti társaságról volt szó, abból alakult ki aztán a Fifi első-második csoportja, nagy gárdája, így mondjam, és állandó jelleggel, hát mondhatni, hogy tanítottuk egymást. Azért szeretném még hozzátenni, Jenő az előbb azt mondta, hogy nem lehetett beszólni, dehogy is nem. Őrült nagyokat beszólt a Jenő, és nem csak sorok között, hanem különben is, és ezek voltak főleg a tejcsárdák. De mi volt az a... Erről is beszélgettünk, de mondjuk el a nézőknek is, hogy mik voltak ezek a tejcsárdák olyankor, hogyan kerültetek kapcsolatba a közönséggel, és hogyha már mondtátok a beszólást, lehetett ott lényegében
hogy úgy mondjam, tehát szabad véleményt formálni, vagy ott is megmondták, hogy azért ezt nem mondjátok? Igazából az volt valójában az a közvetlen kapcsolata a hallgatóval, és az a sárga közvetítő kocsi az számunkra mindig nagy öröm volt, hogyha a rendelkezésünkre, hát mi mindig szerettünk volna menni, volt is ötlet, hogy hova, tehát azokon a településeken, ahol nem csak a fiatalok hallgattak bennünket, oda eljöttek mindannyian, akik egyáltalán szerettek volna valami közvetlen kapcsolatot teremteni a rádióval, tévével, de akkor a rádió volt az elsődleges dolog, és olyan vetélkedőket is tudtunk helyszínen ott kreatívan megoldani, amit meg sem beszéltünk. Tehát ott valóban szabadjára engedtük a saját kreativitásunkat is, és erre fogékonyak is kaphatóak voltak a hallgatók, azaz a nézők is. Megvendégeltek bennünket. Tehát ez egy egész napos egymással való törődés volt a hallgató és a műsorkészítőik között. És ugye olyan népszerű volt a Fifi akkor, hogy titeket hívtak külföldre is, és erről pont tanár úr te meséltél, hogy milyen kalandokat éltetek ti meg Ljubljanában, Zágrábban, hogy is volt ez? Hát tele voltunk ambícióval, úgy éreztük, hogy a végtelen a határ, és kaptunk, azért megalapozott volt az elképzelés, mert kaptunk levelet Pančevóról, Boszniából is, hogy valakik hallottak bennünket. Nagyon sok levelet kapott a Fifi különben. Többet kapott, mint az egész szerkesztőség. Akkor még nem volt mobiltelefon, meg hasonló. És mi úgy gondoltuk, hogy kapcsolatot teremtünk a többi ifjúsági műsorral. Én akkor Zágrában voltam egyetemista, és akkor ott a Rádió Stojelen ifjúsági műsor, Ljubljanába mentünk. Laci, te emlékszel rá? Igen, a Rádió Student. Student, igen. És próbáltuk hasonlítgatni a sorsunkat, hogy mint ki milyen műsort csinál. De a Tejcsárdákhoz azért, ne haragudjatok, hozzátennék valamit. Nagyon fontos, hogy ez a spontán műsorkészítés honnan is eredt a mi önbizalmunk. A Gyula olyan szellemiséget teremtett, hogy kiállt mellettünk mindig, igényes volt, de megbíztunk egymásba is, és benne is. Tehát nem volt a csipkelődő, kitoló hangulat, hogy ki kivel kit szorítanak ki. Egy csapat voltunk, ez a műhely munka szerintem a legfontosabb élmény ebből az évekből. És azt még azért mondjuk el, hogy ugye ezt említetted, ezt a zágrábi éveket, de mégis hogy volt az, mennyi műsoridőt kaptatok ott, hogyan figyeltek fel rátok, mi volt ennek a lényege, az eszenciája, amit ti akkor ugye magatokban elraktároztatok? Hát mi nem nagyon terveztük, hogy megyünk, hanem felkerekedtünk és elmentünk, és kaptunk, hogy 15 percet ígértek, ugye, kezdetben. És akkor a műsorban a főszerkesztő beszólt, hogy jó, akkor kapunk még fél órát. Tehát jó ment a műsor. És ott tudtatok szabadabbak lenni, vagy, hogy így mondjam, hazai közönség előtt itt Vajdaságban? Hát szerintem ebben nem volt különbség. Tehát, Szóval, amit említettél, hogy tulajdonképpen valami módon kötött volt a Szabadkai Rádió, és tudva levő volt, hogy hogyan kell viselkedni egy-egy műsorban, hát tehát tulajdonképpen mi hárman, Jenő, Gombár Miki, aki most ugye nincs itt, és én, mi hárman mentünk Zágrába, Jenőnek a vendégeként, aztán Ljubljanába, ott láttunk életünkben először olyan élő műsort, amit el nem tudtunk volna képzelni például a Szabadkai Rádióban, hogy például egy csajszív fogja magát, egy pohár bor és egy trapista sajt mellett egy olyan műsort levágott, így, hogy mi csak úgy bámultunk, hogy ez mi, így is lehet? És lehetett. Na aztán azt hoztuk haza Gyulának a nagy megrőkönnyödésére. Na bort is, meg a sajtot is, vagy? Ezt nem kell mondani, de a lényeg az, hogy azután ezt a lazaságot, ezt hoztuk, és aztán a későbbi szerkesztők, Gyuri és Gabi aztán ezt fogták fel, és ezt indították tovább, hogy tulajdonképpen laza legyen az egész dolog, mint ahogy a fiatalok is ugye lazák, tele vannak élettel, tele vannak robbanékonysággal, ezt vitték azután ők tovább nagyon jól. És ugye Györgyöt kérdezem most ehhez kapcsolódóan, milyen volt akkor szerkeszteni
a műsort szerkesztésben mennyi szabad kezet kaptál, és hogyha összehasonlítod azokat az időket és a későbbi Fifit, akkor komolyabbak voltatok ti, mint a későbbi generáció, vagy ezt nem is lehet így összehasonlítani, mert más idők voltak? Én azt mondhatom, azokra az időkre, amikor a Gabi és én ketten szerkesztettük a műsort, akkor már persze egyetemisták voltunk, hogy én úgy emlékszem, hogy senki nem szólt bele a szerkesztésbe. Nekem legalábbis soha senki nem mondott semmit, nem is nagyon tűrtem volna, megmondom őszintén, de erre nem is került soha. Tehát teljesen szabad, persze azért tudtuk, a bizonyos keretekkel tisztában voltunk, tehát azért ugye én joghallgató voltam a magam részéről, Gabi is komoly egyetemista volt, szintén ugyanezen a karon. Tehát tudtuk azért, hogy hol a helyünk, tehát persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy akármit nagyot bekiállhattunk volna, de senki nem korlátozott bennünket, szabadon szerkesztettünk. És ez az egész műsorra igaz volt, és még egy nagyon egy fontos dolgot itt kiemelnék, amikor emlegettük a zágrebi műsort. Nekem egy ismerősöm mesélte, hogy annak idején ment egy élő műsor Zágrebben, és nem mondom, hogy az ifjúsági műsor, tehát valamilyen élő műsor úgy ment Zágrebben, hogy magnetofonra, magnószalagra fölvették az élő műsort, és néhány másodperces késleltetéssel az éterbe került. Azért volt az a néhány másodperc, hogyha valaki olyat mond, amire nem kellett volna, akkor megszakíthatták. Hát nálunk ilyen nem volt. Tehát nálunk az élő műsor az egy-egyben élő műsor volt, az ősz bakival, az ősz beszólással, elszólással, mindennel. És én azt hiszem, hogy ez önmagáért is beszél, ez a tény. És? Tehát cenzúra nem volt. De öncenzúra volt, úgy, hogy most is van. Hogy ti tudjátok, hogy mit lehet. Mindenki tudja nagyjából a kereteket, amelyet. Aztán mi néha kiléptünk ezekből a keretekből, akkor a Gyula tartotta a hátát, de azért nagyjából lehetett tudni, hogy mit nem lehet. És ugye a későbbi fifisek, akik jöttek, azok tisztelték ezt a régi rendszert, vagy kicsit önfejűbben mentek a dolgokba, vagy tiszteltek egyáltalán benneteket? Hogy működött ez később? Ez a szellemiség, ez adott volt. Tehát ez egy értékrendé alakult. És aki munkatársként megjelent, az megérezte. Ez egyfajta kölcsönös oda-vissza, tehát információ volt, értékrend, ez teljesen iratlan szabály volt, és mindenki, aki ebben részt vett, ez el tudta fogadni, hogy ebben az értékrendben tud működni, és ott viszont szabadon elmondhatta a véleményét. És ez az a projektum, ez a Fifi projektum, aminek a további értékrend építése lenne a cél, hogy ne csak ezzel a megemlékezéssel, emlékezetes műsorral, ugye a szeptemberi 40. évre visszatekintő műsorra, ami tulajdonképpen már 1623. műsor lenne, adás, hanem hogy megemlékezzünk, hanem hogy ezt az értékrendet, ez az együvé tartozást, ez a szellemiségnek a szabad kiáramlását a fiataloktól továbbra is megkapjuk és adjuk tovább. És még mielőtt erre a projektumra rátérünk, azért még egy kérdést. Ti akkor tisztában voltatok azzal, hogy mekkora súlya van annak, hogy valamit ti kimondtok, valamit ti leírtok, valamit a hallgatók ugye meghallanak, vagy éterbe került, tehát ezzel akkor tisztában voltatok? Hát rögtön lehet, hogy nem, de később igen. De azért más volt a média helyzet akkor. Tehát akkor az volt a szokás, hogy valaki beállítja a Szabadkai Rádiót, és akkor úgy marad állandóan. És nem volt 16 rádió, hanem egy volt, vagy kettő. Tehát nagyobb volt a súlya, viszonylatban relatíve nagyobb volt a súlya. És azért tudtuk, mert visszajelzést kaptunk. Tehát azért... Mondták, hogy ez, figyelj, ezt nagyon szerettem. Tehát aki hallgatta a rádiót, az bennünket is hallott. Igen, igen. És szülők, nagyszülők is beszóltak, hogy ő is hallgatja, mert az unoka hallgatja, és akkor tanácsokat kaptunk, véleményt kaptunk, tehát visszajelzést azért érkezett. Meg akkor volt úgymond az aranykora is ennek a műsornak, hogyha ezt mondhatom így, mert nagyon sokan hallgatták, és az idősebb generációk is. Igen, de ezt én nem tudom biztosan.
de mi is úgy érezzük, hogy, hogy valahol... Hát jó, erről lehetne beszélni, tehát igen, tulajdonképpen, ahogy Jenc is említette, az aranykor. Tehát az aranykor, ez tulajdonképpen minden korszaknak, illetve minden generációnak szerintem a saját kora, az aranykor. Tehát az, hogy mi most akkor kezdtünk el valamit, tehát egy projektet, egy projektumot, ami azután éveken keresztül folyt, tehát inkább a hátulról kezdeném, illetve a végéről, azt mondanám, hogy nagyon lényeges elmondani azt, hogy igenis, hogy voltak visszajelzések, tehát a kérdésedre igenis, és nem csak az, hogy most telefonon keresztül, hiszen akinek volt telefonja, volt mobiltelefon, nem létezett, nehéz elképzelni, de így van, internet nem létezett, és az nélkül is mindent tudtak az emberek, viszont a posta működött akkor is, és rengeteg levelet kaptunk, heti, havi szinten, és voltak a felmérések. A felméréseket pedig más médiumok, tehát hivatalos médiumok, úgy a Magyar Szó, mint a Hét Nap végezték, vagy pedig az Ipsos, és bizony teljes egészében bizonyított tény több helyen is megjelent, hogy a 83, 84, 85-ben a Szabadkai Rádió magyar nyelvű ifjúsági műsor volt a leghallgatottabb műsor, magyar nyelvű műsor Vajdaságban. Tehát nem az ifi műsorok között, hanem egyáltalán a műsorok között. És ez egy nagyon lényeges momentum, tehát innen kell kiindulni. Azért lényeges momentum, mert tulajdonképpen ez a műsor, és ezután jön majd Gabi a projekttel, tehát nem arról szól, hogy na most volt egy ifjúsági műsor, és megélt 40 évet. Megélt. És akkor feltetjük a kérdést, hogy és akkor most mi van? És akkor csináltatok valamit? Igen, csináltunk. Miért? Elsősorban egyetlen egy másik magyar nyelvű műsor nem ért még 40 évet. Kivételt képeznek a híradók, kivételt képeznek a különböző műsorok, de ilyen műsor nem létezik. Kettő. Nem csak Vajdaságban, hanem mondhatjuk, hogy a magyar lakta, magyar ajkú területen. Tehát tulajdonképpen valamit, ami elkezdődött, és úgy kezdődött, hogy na, csinálunk valamit, a fiatalok a szó, illetve fiatalok ki a szó, engednek, hogy ezt most ne rövidítsem, pedig úgy is rövidítették. Tehát azt követően volt a fifi, amit mi kezdtünk el fifizni, Gyulának a nagy mérgelődésére. Senki nem gondolta azt, hogy 30-40, esetleg 50-60 éves lesz. Még indultunk és csináltuk. És tulajdonképpen valamit átadtunk a mostani fiataloknak, nektek, akik ezt viszitek majd tovább. A technikának a teljes fejlődésében. És ugye említettük, van egy ilyen mondás, hogy a régi szép idők az most van, és akkor hogy lehet azt a mostot, ami akkor volt, átmenteni az utókornak? Az értékrendeket, a szellemiséget azt örök érvényűvé kell tenni, és ha erre van igény, és van igény rá, akkor ezt folytatni lehet is, kell is. Ez egy eltökéltség, ez egy védjegy. A fifin volt, és van, és ha lesz, az egy folytonosság. Ennek a célja igazából az, hogy a mai fiatalokat megkérdezni, megcélozni, hallattatni őket. Mert a mai közös médiumok, és a közös hálók, és az internetes közvetett kommunikáció, az nem elegendő ahhoz, hogy meghalljuk, hogy hallassuk magunkat, a hangjukat, ők maguk is, és mi is kérdezzük őket. Ez a közvetlen kapcsolat szerintem, mint egy érték, mint egy együvétartozás, mint egy gondolkozás mód, egy kreativitás, egy szabadság. Tehát ezek olyan lelki értékek valójában, de ez egy közösségformáló érték volt, van is, és ezt csak ki kell aknázni. Én úgy érzem, hogy van rá fogékonyság mind a két oldalról, és ebbe csak bele kell tenni magunkat. Mint ahogy annak idején mi is beletettük magunkat, teljesen spontán. Említetted ezt, hogy teljesen spontán, hogy amikor ti fiatalon ezt elkezdtétek, akkor megkerestek benneteket, fiatalok, hogy figyelj, mert ugye ti is abból a közegből jöttetek, hogy figyelj, én nagyon szeretném, ha ezzel is foglalkoznátok, vagy ezt a témát dolgozzátok fel, mert szeretnénk vele foglalkozni, de tudom, hogy ti elmondhatjátok. Hát ez így volt. Ez így volt, ez aztán Gabi majd tovább folytatja. Ez így volt, mert most néhány mondjam így szakmai titkot lehet elárulni. Az ifjúsági műsor, tehát a Szabadkai Rádió ifjúsági műsora az,
az a műsor, amely nagyon sok technikai újdonságot, illetve technikai, nem csak technikai, tehát műszaki, hanem egyáltalán újdonságot vezetett be a médiumnak a terén. Megint csak bizonyított tény, hogy például annak idején, amikor megjelentek az első számítógépek, nehéz elképzelni, hogy a mi időnkben jelentek meg az első hivatalos személy számítógépek, amiket ugye mi használtunk, a Sinclairek, a Commodorok, és ezek csipogtak össze-vissza, tehát így adták hát egymásnak tulajdonképpen a programokat. Egész a régi nagy Jugoszlávia területén hivatalosan az első éterbe küldött program, azt mi az ifjúsági műsoron keresztül csináltuk. És le nem tudták képzelni a szerencsétlen hallgatók, akik nem értettek hozzá, hogy most mi ez a csipogás. Mindazokon kívül, akik örömmel fogadták, hogy jaj, de érdekes, végre kaptunk programot. Itt jött a visszajelzés, a feedback, amikor a fiatalok küldték nekünk a saját programjaikat. Például ez például csak egy példa. Azon kívül én még szeretném megemlíteni azt, hogy amit Gabi is említett, a közösség, és tehát egyáltalán a nevelés. Mindannyiunkból nézd magadra. Tehát lett valaki, aki a médiumban dolgozik, és nem csak itt, hanem külföldön is. Tehát külföldön is van nagyon sok honfitársunk, akik itt kezdte, Fifiben kezdte, és bizony elmentek máshova, és nagy nevek lettek. Most ne említsünk egyet sem, tehát ne emeljünk ki senkit sem, de. Vagy egyáltalán, tehát mindenkiből lett valami. Tehát ez, amit Gabi mondott, nagyon-nagyon fontos. És még a tanár úr, téged kérdeznélek, hogyha mivel te tanítottál is engem, hogyha nem fifisztél volna, akkor is ez a, hogy így mondjam, lázadóbb szellemű és villámeszű úriember leszel, aki most vagy, vagy a fifi az hozzásegített, hogy ez legyen belőled? Valószínűleg hozzásegített. Tehát engem ahhoz is hozzásegített, hogy rájöjjek, hogy nekem nem való a rádiózás, meg a tévézés, de ez nem akadályozott meg, hogy ne lógjak a rádióba állandó jelleggel, ha bírtam. Tehát, amit már sokszor elmegettünk, közösségi szellem, műhely munka, olyan értékrend, amit mi szeretnénk most leporolni egy kis stafétát, tehát nem csak születésnapot akarunk ünnepelni, leporoljuk a stafétát és odaadnánk valakinek, nem tudjuk még, hogy kinek pontosan, de hadd kapja már el valaki és vigye tovább, mert szerintünk ez egy érték volt. Mi úgy éltük meg, és szerintem nem csak mi. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt lettetek, és vendégeink voltatok. Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönöm a figyelmet, a Szubjektívet látták, ne váltsanak csatornát, nézzék továbbra is a Pannon Televíziót.